Na, ezt várjuk már meg. Jön a kurva tűzoltó. Mit izész, geci? Basztatod azt a mikrofont, hát? Itt hallom, hogy rezonál a fülembe. Is betrayal. Especially in time of war. Thunder blades of renegades, rest under Everglades, plenty shade for samurai to make a fresh fade, close the drapes, try to get real. Szavaztok, én Dél vagyok, és itt van velem. Gigaste. És szeretnénk beszélgetni. Igen, a hüveggombádról. És meg farkának méretéről. Nem amúgy komolyra fordítva a szót, észrevettük, hogy egyre több, hát hogy mondjam, baromság. Igen. Meg baromság terjeng a csatornán. És annyi hülyeséget írtok, hogy hihetetlen. Meg nem csak ez, hanem jó, kezdjük ezzel, hogy ilyen kommentek fordulnak elő, hogy szia Gigaste, meg szia XY, vegyétek már meg ezt a játékot, és mi játszunk. Meg, de napi 2-3 ilyen komment szokott néha jönni. Persze. Hogy nem értjük. Ezt a mértjük, hogy tényleg nem vagyunk egy nagy csatorna, hogy most mindent finanszírozzunk, ja, csak azért, hogy videót csináljunk belőle. A másik fele meg az tényleg, hogy mostanában a videókon van ilyen 50-100, max 100 megtekintés. Igen, meg ilyen 250-ek simán hogy jöttek. Ezt nem értjük, hogy régen, vagyis tavaly volt ez az érettségi szünet, hát és jel, akkor is nagyobb nézettség volt a videóinkon, mint most. Most. Most nincs ez érettségi most miért szünet? Most nézettségi szünet van. Mert nem néz senki. De tényleg, ez az egy dolog, ami zavar minket. Ja, és itt szarakodunk egy videóval, meg belerakjuk néha valamibe a munkát, a aztán tökünket. Ja, akkor nézem, hogy 48 megtekintés, hát hú de jó. Hát, utka pedig izé, facecam videóba itt kivertem, és senki se volt rá kíváncsi. Még dislike sincs rajta. Nincs. Úgyhogy nem értjük, hogy mi van. Hát ja, ez az egyetlen negatívum mostanában a csatornán. Még akartunk valamiről beszélni. Ja igen, hogy szoktátok írni, hogy legyen már ilyen meg olyan live, meg ilyen meg olyan videó, és akkor ebből is naponta ilyen több. Hát meg nem az, hogy több, mert volt már olyan példa, hogy írták, hogy legyen ebből videó, aztán amikor kikerült, senki se nézte, senki se foglalkozott vele, semmi. Úgyhogy ilyeneket se csináljatok. Ja, meg annyi, hogy nem járunk már iskolába. Jó, mondjuk én pont iskolába járok még, de te vagy más a kívülálló. Ja, és akkor na mindegy, az lényeg, hogy meg kell érteni, hogy nincsen sok szabadidőnk, mert dolgozunk, meg iskola, meg mindenféle szar. Ja, úgyhogy ne csináljatok semmi olyat, ami felzaklat minket, mert akkor ott kell hagynunk a munkahelyünket. Ja, és a csatornát hagyjuk ott a munkahelyet. Kirúgnak. Igen. Ja, miattatok. Ja. Ja, meg még azt szeretnénk tőletek kérdezni, tényleg, hogy mit szeretnétek a csatornába, javulást, vagy mi ez, ja, mire vagytok kíváncsiak? Tendencia, ami most jelen van. Ja, és ilyeneket nehogy legyen ez a Buzzle Bin, vagy mi a tököm, vagy Bin Buzzle, vagy mi a tököm kihívás, meg ilyen tag videó, azt hanyagoljuk. Tag videó. Hát vannak ilyenek, mit tudom én, legjobb barátság, és akkor fel van téve 50 kérdés, és akkor meg kell válaszolni, idiótaság, meg ilyen reakció videó. Ilyen meleg kérdések? Nem ilyen meleg kérdések. Ilyen erekció videó. Mondom, reakció. Annak a videók, vannak ilyenek, hogy legyen már reakció videó, mondanám ki, hát nem kértek, de annak mi az értelme, ezen kreativitás hiány, hogy hát leülök egy videót, és akkor nézem, hát hú, hát kurva jó. Csinálunk egy olyan reakció videót, hogy valami állat ilyen kísérleteket fogunk nézni, és azon reakciózunk. Igen, meg hogy próbálj meg nem nevetni, meg nem énekelni. Ez ilyen az, kit érdekel egyáltalán. Nem énekelni, az milyen hívás. Van ilyen, mit tudom, hogy be van mixel, hogy 50 YouTube-dal, és akkor nem is az, hogy mégis fel van téve a videó, hogy megnézem, vagy mutatkozok, de fapofál végül, amikor még erre reakciót csinálnak, hogy gyerek bekapcsolja a kamerát, és akkor nézi. Van olyan videó, hogy a reakció videó reakciója. Olyan is van már. Hát annak mi az értelme? Most például csinálok egy reakció videót, te meg reakciózol rá, arra, utána meg Vajdon reakciózik, ja, a reakciónak a reakciójára. Csináljunk egyet.
De komolyan, nekem most semmi értelem nincsen. Meg most az a divat, hogy lerajzold az életedet. Ja, az... Egy az, hogy nem is tudok nem is rajzolni. tudom, kettőben nincs is olyan nagy életem, hogy mit rajzoljak. Voltam, mert lettem, untam, hát mentem, nem tudom. Kiskorodban megszületti. És most itt vagyok. Most erre kikíváncsi, hogy hová jártam iskolába, meg hol dolgoztam. Ja. Megvetted az első gépedet, ja. Utána megvetted a másodikat. Utána a harmadikat. Aztán megalakult a csatorna, téged behívtunk, utána FIFA videót csináltunk, az hogyan rajzolod le? Le az a Csucsák Balázs, mert messzit, hogy ugrál a FIFA 14-be. Mi azzal kezdtük. Legalábbis még mi. Ti már hamarabb. Hát hamarabb bekezdtük, de... Azt is lehet rajzolni tényleg, hogy hogyan alakult a csatorna, hogy miért beszél. Ha most rajzolunk, akkor azt, de azt nem én rajzolom, nem tudok rajzolni. Én meg még úgyse. Vajdok, tud. Fogjuk rá. Jó. Na úgyhogy mondjátok, hogy mi legyen, hogy legyen. És vagy ő igazából... semmi... Bocs, mondjad. Hát azt akarom mondani, hogy semmiképp nem fog elkorcsosulni a csatorna. Jó, mindenképp persze. Ez a játékmenet dolog lesz. Kreativitás van, csak meg tudnánk is mit csinálni, csak hiába csináljuk, hogyha leszarjátok. Meg írjátok, hogy legyen már ez meg az. Ja, meg azt is szeretnénk amúgy beszélni, tényleg, ha most nyáron nem alakul jobban ez az egész, akkor lehet, hogy abba adjuk ezt az egészet. Mert így nincs értelme csinálni, hogy tényleg heti talán 100 nézettség van egy videón. Annak úgy semmi értelme nincs. Hát, jó. Ja.